Az MTK Budapest csapatának győzelmével zárult az idei Bicskei Bertalan Kupa a Tihi Lajos Sportcentrumban. A kispályás lány labdarúgó tornát negyedik alkalommal rendezte meg a kispesti önkormányzat, a Kispesti Sportközponttal közösen. A hét csapatot két csoportra osztottuk, egy 4-es és egy 3-as csoportra, úgyhogy minden csapat legalább 3-4-szer tudjon egymással játszani. Utána elődöntők és végül a döntőre fog sor kerülni. Az általános Bozsik program szabályai szerint játsszuk 5x2 méteres kapura és kispályán, félpályán. A rekkenő hőség ellenére a csapatok keményen küzdöttek. Bicskei Bertalan bizonyosan nagyon büszke lenne, ha látná a róla elnevezett versenyt, mondta a magyar labdarúgó válogatott egykori szövetségi kapitány fia, Bicskei Károly, aki szintén kilátogatott a tornára. Az egykori válogatott kapus szívéhez mindig közel állt Kispest, hiszen itt védett közel 200 felnőtt bajnoki mérkőzést, és itt aratta az első felnőtt bajnoki győzelmét is, immár edzőként. A Bicskei Bertalanról elnevezett tornának legfőbb célja a foci népszerűsítése, és persze az is, hogy a fiatalok a nagyokra emlékezve minél motiváltabbakká váljanak. A futball mellett azonban számos más eseményt is rendeznek a sportcentrumban. Lesz egy kispesti sportágválasztó, ugyanúgy, ahogy tavaly is, azt megszerveztük. Lesz a hagyományos őszi főzőversenyünk a civil szervezetek részére. Ez is nagyon látványos és látogatott szokott lenni. Sportrendezvényeink közül pedig a diákolimpiai rendezvények, atlétika verseny, kispályás labdarúgó versenyek, ezek lesznek még az idén. A kispályás lány labdarúgó tornát Erős János ötlete nyomán 4 éve rendezik meg Kispesten. A verseny fővédnöke Gajda Péter, Kispest polgármestere.